Haljaos kocok, az a Martin 102, és csak egy újabb videóval, melyben a Robloxon fogok játszani a Workout pizzával. Ugye tudjátok, ez talán biztos játszottátok már, hogy pizzákat kell csinálni, kapol érte pénzt, ki kell szállítani, van több munka, lehet séfnek lenni, ki tud szállítani a pizzát, vagy tudod dobozolni a pizzát, dobozba rakni a pizzát, na úgy mondom. Lehet ilyen szállító, hogy hozzá dobozokat, hogy ki ne fogjon semmiből se semmi. Meg plusz meg, hallottátok, hogy minek nincs videó. Sajnos tegnap annyira megemeltem valamit, hogy így a hátam így recs. És így hátam nagyon fáj. Most is az ágyba fekszek, és hát nagyon, nagyon rossz nekem, nagyon rossz. Nem tudom minek, de fáj, nagyon itt oldalt fáj nekem. Milyen csont? Medence csont, vagy nem is tudom, hogy mondják. Valahogy úgy mondják, ott fáj nekem nagyon, és hát most is ágyba fekszek, ha előredülök, nagyon fáj, mert minden. Nem elő is kell beszélnem, most itt vagyok a Maximmal, azaz barátom, a Pityu vagyok öttel, csak most ő nem itt van, hanem otthon, csak most így hozzácsatlakoztam, és így játszunk. Úgyhogy szerintem akkor kezdjünk is bele. Na Maxim, akkor jössz, menjünk dolgozni? Nem megyek át, majd később átmegyek. Na gyere, gyere kicsit dolgozni. Addig itt megálltam a videót, mert éppen jön a tesóm és szarja, akkor mennyit akar mondani, úgyhogy na. Na itt vagyok, folytatom tovább videózást, csak tesóm jött és mondani akart nekem valamit, hogy majd be kell járni nálam, hogy játszol egy kicsit, mert ő is unatkozik. Hát majd később át, csak mondtam neki, felveszem ezt a videót. Na, ez itt kell csinálni a dobozó, innen jön a pizza. És itt vannak a dobozok, ezt megfogom, leteszem. Megfogom a pizzát, például most ott van, odarakom, belerakom a pizzét, a pizzát a dobozba, elfogom és odarakom, és így már kiszáll, kirakja oda. A szállítók pedig már így ki fogják szállítani. Legyünk ide egyenesen. Itt van a konyha. Ott van, látjátok a pizzákat, amiket el kell készíteni. Itt vannak a pizzához valahol sajt, pepperoni, meg gomba. És hát itt vannak a tészta, itt az üdítődoboz, az üdítők, és itt van a sütő. És itt a kidoba, úgyhogy arra valami rossz. Például ez rossz, ezt meg kell fognom, csak nem tudom megfogni. Elfogtam és kidobtam. Hogy tök jó. Itt van a kasszáros, itt fel kell venni a rendelést, ami kell. Na hát tudjátok, szokásos. Én most például nagyon szeretek lenni, sütőnek szeretek lenni, séfnek szeretek nagyon lenni, már azt imádom. Úgyhogy bele is kezdünk. Várjál, hol lett a izé? A szausz. Nincs itt a szausz, az ide is itt szokott lenni a szausz. Még pedig nincs. Na ide, akkor nem zavarok. Akkor leszünk kiszállítók. Hogyha van pizza, vagy nem is tudom. Ja, meg van főnök, aki vezeti ezt az összes épületet. Azaz most a tesóm, amúgy a Pityu vagyok öt, ahogy a Maxim. Most a főnök 4778 pénze van. A pénz minek jó? Arra jó, hogy haza tudom menni, és akkor tovább vásárolj bútorokat. Itt van, mutatom nektek. Itt vannak az ágyak. Itt vannak a lámpák. Székek. Asztalok. Konyhában való, ez az. Dekoráció. Ilyen kis bizék, ez az. Meg vannak ilyen falak, lehet építeni is, úgyhogy most én hazamegyek, megmutatom nektek, hogy nekem milyen házam van. Én már ezt játszottam, már nagyon régóta játszom Maximmal, és hát nem olyan könnyű ám sok pénzt szerezni, látjátok itt a házam. Ide be is parkolok. Itt van egy kamera, hogy azért figyeljek mindent. És hát ha bemegyek, hopp egy kis lak, hát ilyen szép a házam. Egy kis ilyen kis modern házat akartam kidíszíteni, és szerintem sikerült is modern házat. És megy a téve. Megy a téve, gyerekek. Megy a téve. Jaj, meg ne egyéj. Majdnem megvett a kutya, rám tátott a száját. És itt látjátok, itt egy nagyon szép farkas, azt is észreztem. Valaki cseng. Biztos azt akarsz lenni, ma lenger? Már mondom, legyünk. Akkor jó, oké. Ok. Na. A főnök leszek szerintem, mert átadja nekem a főnökséget. Úgyhogy megyek is utána. Egy perc. Csak a filagattal kiesett a fülemből, bocsánat. És mehetünk. Na, addig kivettünk Maximot. Ó,
neki mentem a hizének, postaládának. Hát legyere már nekem! Frontális ütközés. Jeboly. Na, mehetünk? Oké. Na, gyere, gyere. Na, megengeded akkor? Pityu. Majd később átmegy, csak most videót veszek fel, bocsi. Na, gyere. Tovább nem hallod, de hát én még gyűrűt nem akarok kiírni, mert sokáig beteg. Na, megengeded akkor? Ha legyek felnök? Fölni akarok lenni. Na, add át. Te most akkor átvertek? Na. No, engedd már meg a legyek főnök. Most te megkeded? Most átvertem, és komolyan? Hát ezt nem hiszem el. Ilyet se láttam még. Na minden skacokú látszik, maximum nem csak trollkodik, úgyhogy nem adj ide, de mindegy. Még elfelejtettem azt mondani, hogy itt át lehet öltözni, de van egy kis ilyen szekrény, hol itt ki tudod választani, milyen ruhá lehet. Én most így vagyok kiöltözve. Hogyha akarjátok azt játszani, írjátok be a Roblox-ba a Pizza Work is, akkor itt át tudtok öltözni bármivel, amivel akartok. Úgyhogy most rágyom done, és akkor így maradok. Most nem akarok átözni. Itt van a rakodótér, ahol már fogják jönnek ide a kamionok, és akkor a sok-sok dobozt itt leizélik a futópadra, és utána az felszippantja. És adott nekem a lengyel egy kis pénzt. Yeah! Nos, kacok, itt vagyok. Azért állítottam itt a videót, már kibe járkálnak a szüleim is, hát így. Na, nem akarom, hogy így nagy zaj legyen. De most mondom, ez itt a szósz, azaz paradicsomból a ketchup. És azt úgy kell csinálni a pizzát, megfogom a tésztát. Ezt, Maxim, vigyázz, lerakom ide. Várjátok, így. Rakom rá a szószt, például csomok egy sajtost, vagy egy pepperonist, azt úgy kell rákom a sajtot. Rá a kombikat. A kolbászt, és akkor megfogom a sütőbe, és megfogom, és akkor már sül a pizza. Ott látjátok a csíkot, addig fog sülni, amikor már zölde mutat, akkor készen van. Úgyhogy most megvárom, hogy készen legyen. Készen is lett, megfogom, és oda lerakom. És hát, helyre trokkodj már velem. Na. És hát így látjátok, hogy még többet kell csinálni, úgyhogy így belekezdünk, kicsit fogunk dolgozni, legyen kicsit azért több pénzem, de 3333, úgyhogy most így csinálok, úgy, 1, 2, 3, hely, add vissza! És mire sütőd? Hello, nem te dolgozzol, tesó. Legyen, akkor segíts. Segíts most már. Adjuk ki fel a pizzát. De várik a vendégek. Ja, most akkor elmutatom nektek, hogyha kész van a pizza, a szóba kerül, már este lett, és kaptam kis pénzt, már este lett, kaptam egy csekket, na, és ide kerül a pizza, amit sütöttünk, megfogom a dobozt, belerakom a pizzát, és akkor már mehet is a futószalagra. És a futószalagra rákerül erre az asztalra, megfogom, mutatja, hogy még házba vigyem a B5-ösbe, a B5-ös meg kell kerestem, azt tudom is, hogy merre van, pont egyenesen a középső úton, pont így egyenes, és akkor oda kell adni a B5-ösnek, B5-ös, já, itt van, na, megfogom, és akkor lány izét csengetek, és átveszi a pizzát, és kész, ennyiből áll a játék. És hát lehet itt többet is szállítani, nem egy pizzával, lehet 2-3-4-et, vagy amennyit akarsz, annyit lehet szállítani. És most beragadtam, de jó. Ja, hát persze meg lehet táncolni is, ahogy egyébként mutatom nektek, van ilyen dance, van ilyen, még egy ilyen, lehet ülni. Egy ilyen kis könnyű tánc, a dance 2. Úgyhogy jó ez a játék, szeretem ezt a játékot, szoktam mindig játszani, amikor szoktam hazamenni. Tehát, na. Nekem nagyon tetszik. Csak most nagyon beragadt az autó, és nem tudok most mit kezdeni. Hát, ha... Na, csak jön, nem jön ki. Nem baj, akkor ide megállok. Én
tetszett, nyomunk, így. Akkor lassgatunk, hogyha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz el rám, én Martin102 voltam, és akkor találkozunk a következő videóban, csak lecsúsztam az autóról. Na akkor, sziasztok! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!